Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Nagy szeretettel köszöntjük a hallgatókat, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a 90.9 Jazzy Rádió, 9:40 után pár perccel Ács Gáborral. És Gede Balázsra. Mi tetszik neked ennyire? Egy kifele fújtad le. Amikor így köszönünk, akkor ugye az Andrásnál van egy nagy szivattyú. Igen. Neked még a pont fordítottja lett volna, te meg ilyen szipogás, kismegfázás utóéletként, ami másfajta hangjelenségből lehet kikövetkeztetni annak is, aki esetleg még nem tudja, hogy kikövetkezik, hogy vajon kinek a hangján fogunk megszólalni utána. Igen. Csak ezen mosolyogtam. Értelek. Azt mondtuk, hogy te vagy az Ács Gábor? Mondtuk. Talán. Azt is, hogy én ki vagyok? Most már elbizonytalanítottál. Hogy én ki vagyok. Szerintem mondtam, hogy Gede Balázs vagy, jó, de most van, már okay. Biztos. 0-30-20-10-9-09 SMS, WhatsApp és Viber számunk ez. Azt mondja, hogy nem az a baj, hogy lejárat közeli, hanem hogy nem túl megbízható már, mint a Covid-teszt. Hű, ezt most nem tudom. Azt hittem az Edlo. Én is azt hittem, hogy arra jött, azért váltam bele. Ma egy szót sem beszéltünk Covid-tesztekről, ez nem tudom. De a hírekben volt? Elődörögtük a híreket. Hát hírekben elkávéltem, nem, és nem figyeltük, mi volt a hírekben. Igen. Na jó, hát akkor viszont figyeljük majd azt, hogy... Vissza tud-e megjönni az Intel? Mi az IT? Információ technológia, azaz informatika. Az IT azonban óriási üzlet is, mindennapjainkat befolyásoló globális biznisz. Honnan tudod, hogy a rengeteg információból mi a hasznos? Hallgasd a Millás reggeli IT rovatát, ahol szakértőink segítenek eldönteni, hogy egy S hírforrás valamely P valószínűséggel kibocsátott H hírének az információ tartalma 0 vagy 1. Igen, tehát előfordulhat, hogy az Intel bérgyártója lesz, igen, az Apple processzoroknak. Hát, aminek azért annyira talán nem örülnek, nem ez volt a terv, de hogy... Nem ez volt megbeszélve. Meg oda befurakodni se egyszerű, de hát elég nehéz helyzetben vannak. Asztalos Olivér van itt velünk a vonalban, szabadúszó IT szakújságíró. Jó reggelt! Szia, jó reggelt! És jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! Na, hogy van ez? Ráadásul tájváni források pedzegetik ezt a lehetőséget, hogy az Intel szállítana be majd az Apple-nek? Na hát kicsit menjünk vissza, mert itt voltak azért mindenféle hírek a vállalat házatájáról, és hát nagyon jó a hangulat a stúdióban, úgy hallottam, az Intelnél annyira nem jelenleg. Bő egy hete készítettek a vállalat aktuális legújabb elnök vezérigazgatójával egy interjút, ő Pat Gelsinger, ahol elmondta, hogy hát most azért van bajban a cég, mert az elődei bizony nem végeztek elég jó munkát. Konkrétan arról beszélt, hogy tévútra szerelték a céget, és most ennek hiszták a levét. Azt is elmondta, hogy szerinte az volt a gond, hogy a korábbi CEO-k mélyen műszaki ismeretek hiányában vezették a vállalatot, és hát így a AMD-s elment mellettük, meg hát most az Apple hagyta őket faképnél. Hát azért vannak olyan vélemények, miszerint technológiai céget, fejlett műszaki termékeket előállító vállalatokat nem szabad, hogy kizárólag a közgazdászok vezessenek, azért oda kell egy olyan mérnök ember, aki átlátja ezeket a fejlesztéseket, és tudja, hogy mikor, mire kell a prioritást helyezni, akár 5 vagy 10 évre előre is. És hát úgy néz ki, hogy ez alátámasztja az Intel jelenlegi példája. Egy kicsit menjünk vissza, emlékszem, hogy pár évvel ezelőtt beszéltünk arról, hogy a Brian Krzanich névre hallgató CEO az így egyik napról a másikra ott hagyta a céget. Prózai okokból ugyanis viszonyt folytatott az egyik kollégájával, meg hát azért voltak ott más problémák is. Mindenféle trendi látványberuházásokat, voltak drónok, meg viselhető eszközök, meg az Intel az teljesen megújul, hogy új piacok irányában nyit, és ez ugye azt eredményezte, hogy a fő csapás irány, ugye a processzoros fejlesztések
visszaestek, nem fordítottak rá annyi pénzt, és hát ezek az új irányok pedig nem jöttek be, ma már jóformán semmi sincs meg belőlük. Aztán ugye a szóban forgó szakember 18-ban távozott, és hát jobb hiány a pénzügyi igazgató vette át a helyét, és hát 2,5 évig nem talált az Intel olyan embert, aki állandóra megfelelő lenne a vállalat élére, és így került képbe a jelenleg már CEO Jeff Singer, aki 30 évet húzott le korábban az Intelnél, tehát így gyakorlatilag a teljes ranglétrát végigjárta, és nagyon magasra jutott, és aztán állítólag ő is szeretett volna CEO lenni már a 2000-es évek végén, de végül nem őt választották, ott hagyta a céget, elment először az EMC-hez, ami nagyvállalati tárolókat gyártott, aztán a VMware-hez, ami ugye nagyvállalati virtualizációs eszközökkel foglalkozik, ott lehúzott jó néhány évet, és nagy nehezen visszacsábították, és az egész piac meg az Intel befektetői nyugalommal vették tudomásul, hogy akkor most már végre sínre teszik a céget, és akkor fogjuk menni minden, mint a karikacsapás. Hát azért ehhez évek kellenek, úgy néz ki. Két napja jelentette, hogy az Intel a következő években évente 25-28 milliárd dollárt fog tőkeberuházást témán elkölteni, plusz még 15 milliárdot kutatásra és fejlesztésre évente. Hát mondanom sem kell, hogy a részvények 14%-ot estek az elmúlt évben, a óriási kiadások. Hát a jövőt hallatnak. Meg kell alapozni, kérlek szépen, valahogy csak utána kell menni azoknak a konkurenseknek. Pontosan, és ugye az elődök ezt nem csinálták meg, és most neki kell elég tetemes beruházásokat, meg óriási projekteket végrehajtani. Február óta ő az elnök vezérigazgató, és 8 hónap alatt 6000 új mérnököt vettek fel a székhez. Úgyhogy ez azért már mutatja, hogy itt egy egész más irány következik, csak hát erre azért évek kellenek. És hát amíg az Intel itt ölbetett kézzel ült, meg várta, hogy a potenciális új piacok majd hozzák a dollár milliárdokat, addig többek között az Apple is azt mondta, hogy hát ez a fajta éves fejlődés nekünk nagyon kevés lesz, úgyhogy inkább saját processzort tervezünk a Mac-ekhez. Erről is beszéltünk korábban. Igen. Hát most már ott tart az Apple-nek ez a projektje, hogy már a drágább MacBook Pro-kba is megcsináltak a saját processzoraikat, és kifejezetten jól sikerültek, ezek múlt hétfőn mutatkoztak be, és hát így az egész piac egyértelműen bólogat, hogy kifejezetten jó munkát végzett az Apple. Hát innen szép nyerni az Intelnek akkor. Így van. Egyik kollégám szoktam mondani, hogy az Apple a legnagyobb technológiai kompetenciával rendelkező divatcég, hát egyet szoktam leérteni, mert egyébként ők is nagyon sokat fektettek az elmúlt 10 évben abban, hogy mondjuk saját processzort tudni tervezni, ami egyáltalán nem triviális feladat, sőt, nagyon nehéz. És hát úgy néz ki, hogy ezek a fejlesztések, meg beruházások az elmúlt pár évben nagyon beértek. És maga az Intel vezérigazgatója is elismerte ebből az interjúban, hogy megemeli a kalapját, nagyon szép munkát végzett az Apple, de hogy ők nagyon szeretnék, ha valamikor a jövőben mégiscsak Intel processzorok kerülnének a Mac-ekbe, hát erre nagyon kicsi az esély. Leginkább arra tűnik valamiféle esély, hogy esetleg az Intel gyártja azokat a processzorokat majd, amiket az Apple megtervez. Ugye az Apple nem rendelkezik saját félvezető gyárakkal, ő csak tervezi a processzorokat. Ilyen az AMD és az Nvidia, meg még lehetne sorolni ezeket a úgynevezett fabless chip tervezőket. És a fizikai megvalósítást, ugye a chipgyártást, a TSMC végzi, aki a legnagyobb félvezetős bérgyártó a piacon. És akkor ott van az Intel, aki számos üzemmel rendelkezik, de sokáig csak saját részt a gyártott csipeket, és ugye az új CEO ezen is változtatna, azt szeretné, hogyha felfutatnák ezt a bérgyártós üzleteget, és akinek csak lehet, gyártsanak csipeket. Ugye de ez a bérgyártás azért sokkal kisebb profittartalmú üzlet, nem? Mint hogyha a saját... Hát van ebben is profit bőven, viszont rendkívül kockázatos és rendkívül tőkeigényes terület. A dollár 10 milliárdokat lehet elkölteni rá szinte észrevétlenül, ahhoz, hogy az élvonalban legyen. Tehát egy TSMC-vel, vagy versenyezzen az Intel, ahhoz el kell költeni évente 30 milliárd dollárt, ami azért igencsak tetemes össze. Tehát a bérgyártásra is, nem csak a saját tervezésre fejlesztés. Igen, igen. Hát nem az együtt a kettő, azt mondjuk nehéz így szétválasztani, meg nem is szokták a pénzügyi elegyényekbe egy külön venni, legalábbis eddig nem vették. Egy fejlett síkszélességgyártás technológiai kutatási és fejlesztési költsége az
5-10 milliárd dollár, és akkor még nincsenek gyárak, meg gyártósorok, tehát elképesztő összegeket lehet is el kell rekörteni, hogy ez működjön. És hát azért kell minél több csipet gyártani, minél jobban kihasználni ezeket a technológiákat, mert ugye a félvezetőgyártás alapvetően a méretgazdaságosságon alapszik, nagyon drága az egész terület, és hát ugye fajlagosan olcsóbb valamivel így 200-at gyártani, mint mondjuk 100-at, nagyon nem mindegy, hogy ez a sok milliárd dollár hány darab csipre oszlik szét, és ezért akar az Intel minél több cégnek gyártani processzorokat, hogy ez bejönne, vagy sikerül-e, nem tudni, de egyébként is, alapvetően az irány jó. De ez is egy nagyon versengő piac, ahol ott van egy nagy játékos, aki nagyon-nagyon kimaxolta a hatékonyságot, és akkor vele kell meccselnie. Igen, TSMC az, aki piacvezető, 50-40%-os részesedésük van, és még ott van a Samsung, meg most ott van az Intel, meg azért vannak kisebb szereplők, de az elmúlt pár évben annyira megugrott ezeknek a tőkeberuházási igénye, hogy kiestek nagyon sokan, és gyakorlatilag ez a három cég verseng. Úgyhogy a TSMC után fut a Samsung és az Intel is, aztán majd meglátjuk, hogy sikerül-e esetleg átsávítani például az Apple-t ügyfélként, de hogy ez egyrészt presztízs kérdés lenne, másrészt meg nagyon nem mindegy, hogy a beruházások mennyi idő alatt kerülnek, meg mondjuk esetleg profitot is termelnek. Apple meg kényelmesen hátradőlve megversenyezteti őket ezek szerint. Így van, megversenyezteti őket, és neki nem kell azzal foglalkozni, hogy gyárat építsen, hogy a gyártósorokat vásároljon, illetve hogy a technológiát kifejleszte. Ő egy ilyen modellben gondolkozik, illetve működik. És bejött neki, azt kijelenthetjük legalábbis az alapján, amit elmondtál. Eddig úgy tűnik, hogy nagyon bejött nekik. Oké. Okay. Érdekes, köszönjük izgalmas. Szépen, nagyon, igen. Igen, az alapján nagyjából sejtén melyiknek a részvénye kevésbé kockázatos. Más kérdés, hogy az értékeltségi szintek is nagyon mások, úgyhogy az a baj a legtöbb esetben, igen, a technológiai szektorban. Oké, okay, Oliver, nagyon köszönjük. Szuper, köszönjük szépen. Szia, szia. Viszont kívánom, köszönjük, sziasztok. Asztalos Oliverrel, szabadúszó IT szakújságíróval beszélgettünk az Apple-ről, Intel-ről. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nem tudod, mi az a szűző? Még sosem forgatta a látszatolót? Fogalmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít! Minden hétfőn 9 óra után pár perccel. A rovat támogatója a Takarékbank. Rövid hírek a 90.9 Csehz.